Meglepetés volt nekem, amikor a felkérést megkaptam erre az ifire, hogy eljöjjek és megtartsa megtiszteltetés. És még elkezdtem készülni az alkalomra, éppen tenkin voltunk a kezelésen, és kicsit több időn volt Bibliát olvasni. Számolva az éveket, úgy nagy léptékekbe, rájöttem, hogy ma egy jelentős évforduló van. Ma 40 éve indultam el két karton bőrönddel Bukaresbe, hogy megkezdjem az egyetemista életet. Nem kicsi vállalkozás volt, valahogy új sikeredett, hogy román középiskolába mentem, mert Belényes vidékről számoltam, a bátyám már román Középiskolába kerüls én mentem a nyomdokain, és bekerültem Váradon, már akkor Váradra költöztünk, egy román erős középiskolába, a Gózsduba, és valahogy természetes volt, hogy menni kell tovább, és természetes volt, hogy a román közegben, mert nem sok esélyünk volt hívőknek, magyaroknak, baptistáknak Kolozsvára vagy Vásárhelyre bejutni. Az is távol tartott bennünket az egyetemről, hogy észlejétek, hogy milyen világba éltünk akkor, hogy nagyon óva intettek bennünket az előjáróink a hitéletbe attól, hogy tanuljunk tovább. Szinte rám mondták, hogy nem tértél meg, kilencedikes es voltam. Vannak itt, akik erre bizonyára emlékeznek, hogy akik a, a szilássági ébredés szele nyomán nőttünk valahogy a tanítástól ellettünk tiltva. Ennek meg volt az oka, az elsődleges oka az volt, hogy akik előttünk mentek el egyetemre a magyar baptista közösségből egész olyan 72-73-ig, azok nem tértek vissza. Volt esze a világnak és a pártnak, hogy a legjobb elemeket, a legjobb képességű is, a legjobb, a legkiválóbb jellemű fiatalokat magának kaparintsa. És az elődeink, a lelki ettől féltettek bennünket, hogy többet nem jövünk az Úrhoz vissza, elvisz bennünket a világ. Mégis volt egy néhány bátor előttem, a bátyám is, aki Galacra ment élelmiszeriparra, meg a vas fiúk vásárhelyen, és úgy bátorítottak, hogy próbálkozzunk, menjünk, tanuljunk, nem fog a világ elvinni bennünket. Még most is bennem él az a silány Jelentéktelen megjelenésű kislány, aki félve leszáll Bukarestbe, a nagyvárosba, az északi állomásba, és nem tudja, hogy hogyan tovább, mert nincs mellettem senki. Beiratkozás után igyekeztem keresni egy olyan gyülekezetet, ahol néhány magyar még volt. Az egyik kulcsa annak, hogy ma még itt vagyok, az, hogy volt egy gyülekezet, akkor Bukarestbe, akik felszárkóztatták az egyetemistákat. Befogadtak bennünket, elhívtak ebédre bennünket, elhitették velünk, hogy nincs áldás a vasárnapi szolgálaton, ha nem jövünk mi fiatalok reggel 8 órára, hogy imádkozzunk. És mi elhittük, és mentünk reggel 8 órára, reggel és ebédet elvesztve a kantinból, mentünk imádkozni, és ez tartotta meg bennünk a hitet, aztán majd később, amikor 30 éves találkozókat tartottuk Lugos mellett szurdokon, azokat, akik a 73-75-es években Bukaresbe végeztünk, Paul Negruz meg egyéb nagy személyiségek, és 95% a lelkipásztor vagy felesége lett azért, mert a váltás után, a rendszerváltás után hirtelen nagy szükség lett a lelki munkásokra. Nem azért, hogy kiválók voltunk mi, hanem az, hogy annyira nagy hiány volt. És most szeretnék nektek néhány emléket elmondani, vegyétek szeretettel, mert majd a, az előadás végén visszatérek erre az emlék szóra ahogy beérkeztem az egyetemre, majdnem ott hagytam november végére, december végére. Annyira más volt az a világ, mint amiben Váradon én a magyar baptista közösségbe a megtértek között tapasztaltam. Az utcák, a világ, a hang, a színek, a, a minden, hogy nem bírtam földolgozni. Nagyon-nagyon erős sövény kellett fonnyulni Isten elém abban az ige hirdetésben, amikor egy román testvér, az első Zsoltárt olvastas románul, azt mondta, hogy minden hívő ember, most románul mondom, csácsány csépe ducsela la És november végén nem mentem haza. És ott maradtam, és végül aztán ezek az évek lettek a legnagyobb áldásomra. Ne csodálkozatok, hogyha eljöve a családból, és abból a világból, abból a mikrovilágból, ahol éltetek eddig esetleg, vagy ahol másként éltek, vagy más közegben egy egész másat találtak, majd az a személy, akiről ma este beszélünk, meglátjuk, hogy ötvöződik benne a, világnak, a világoknak a véglete. És amikor úgy érzed, hogy elveszel ezek között, a világok között, és nem tudod már, hogy ki vagy és holva tartozol, tudd meg, hogy ez az Isten munkája, hogy több világba otthonos légy, és átjárj. Úgy, mint Jézus Krisztus, aki más világból tökéletesen beilleszkedett néhány 33 évre, és aztán visszament a másik világba. Visszatérve az én egyetemi éveimhez, nem tudom elfelejteni azt, hogy minden kedden, azzal kezdődött a nap, hogy felvettük a katona zubbonyt. Négy év alatt minden kedden katonák voltunk. Fel a posztó kabátot, hosszú nagy kabátot, bakancsot, nyáron a nyári egyenruhát, poligonra vittek bennünket, lőttünk, lőnni vittek, ott tettünk a popotán a tisztekkel, és kiképeztek a négy év és a nyári három hónap alatt tisztekké. Hát sok mindent megtanultunk ez idő alatt, de most már elmosolyogjuk ezt az időt, de jó volt, más volt. De ma is érzem a kemény posztónak a, a, az illatát, meg a katonabakkancsnak a szorítását, meg a céllövéseinket. Aztán az a hasznot származott belőle, hogy miután már közgazdász voltam Váradon egyik kereskedelmi vállalatnál, semmilyen politikai funkciót nem adtak nekem. Azt mondták, hogy... Tier lesz a katonaság rendezése, ugyanis 600 nő dolgozott a vállalatnál, és minden fél évben ki kellett vinni őket célba lőni. Na ezt megszervezni a katonasággal, ez volt az én feladatom, puskáztunk, lőttünk. Viszont nem kellett pártag legyek, utecsetag, mentesültem nagyon sok politikai szorítástól. Amiatt, hogy volt valami közöm a katonaságtól. Ti már nem vagytok igaz lányok nák? Nem. A harmadik uh, emlékem, amiről uh, nem tudok meginnem uh, megemlékezni, mint az Istennek egyik csodájáról, az, hogy negyed évesen, uh, márciusban, 77-ben élt Bukarestben a földrengés. A legjobb barátnőm, akivel három évig együtt laktunk, ettünk, hát úgy ettünk, hogy volt egy kartelánk, és akkor azt eladtuk az egyiket, és ketten dublórára ettünk. Két levest lehetett venni, és akkor az egyik 400 volt egy kartella, azt eladtuk, és ketten ettünk kiki egy, első fogást, levest, és a második a fogást, és a harmadikat elosztottuk, így mi akkor. Na az a lány, akivel évekig egy szobában laktam, és együtt ettünk, és egy csoportban voltam, délben együtt ettünk a fél porciót, a földrengésben meghalt. Olyan sokat, sokat kaptunk, és előtte még azt szeretném elmondani, hogy azon az estén, akkoriban a nagy üldözés ment az egyetemisták között a keresztények ellen, azon az estén kellett a mi egyetemünkön a kidobjanak bennünket, ha nem írjuk alá a Zangazsamentú Szolén de Partidul Komnisz Roman. Értitek, igaz? Ha nem írjuk alá, hogy hülyek leszünk pártunk és kormányunkhoz, és az este késett a pártitkár, megjött a földrengés, soha többet nem volt üldöztetés az egyetemisták között, hisz az ország el lett foglalva más egyebekkel Bukarest a 3000 valahány vagy 5000 halott miatt. Másnap a földrengés után én épp, e, akkor este imaházba voltam, Mással fölmentem az egyetemre, annyira sokat kaptunk, éjszaka nagyon sokat, renget még a föld, hogy reggel, amikor föl tudtam menni az egyetemre, megtaláltam az utcát, és bementem a laborba, megkérdezte az asszisztensnő, hogy hogy hívnak. És nem tudtam megmondani, hogy hogy hívnak. Ennyit arról, hogy mennyit érünk. Megtanultam egy életre, hogy ami van, az az Isten kegyelme, hogy jutathat egy trauma által egy perc alatt oda, hogy még a se tudom megmondani. Nem hogy a funkcióimmal, a nagyságommal, raggal, előadásaimmal, az életstílusaimmal, fiamimmal vagy házammal dicsekedjek. Ennyiek vagyunk. Ne felejtsétek el, hogy bárkivel megtörténhet. Ezek az én egyetemi emlékeim, de hogy lássátok, hogy mégis milyen az élet. Van 40 éve indultam két bőröndel egyetemre. Rá tíz évre már két kis ö, csöpség édesanyja voltam, az egyik egy éves volt, a másik egy hónapos. Rá húsz évre három tinédzsernek erős akaratú, állá Dávid tinédzsernek az anyukája voltam Temesváron, már más helyszín, az első az előbbi volt, a másik helyszín már Temesváron, harcoltuk a serdülőkori harcainkat. Rá húsz évre már hozták a fiaink a párjaikat, az már itt kapott Kolozsváron bennünket, és rá 40 évre ma már abban igyekszem, hogy jó nagymamája legyek unokáimnak, és jó segítsége menyeimnek, és jó édesanyja fiaimnak, és jó feleség a férjemnek, és ami szolgálat még adattik, még élvezze. Ilyen röpke az élet. Lehet, hogy 40 év múlva te lépdelsz át, így 40, 10-20-30 éveken át, és visszaemlékszel, hogy apró pici dolgok voltak, amiért szomorkodtam, kár volt értük. Néhányan vannak a teremben, akik végig a nyolc év alatt, amíg itt laktunk, néhány szomorúságot, néhány keserűséget, kár volt értük. Értékesebb az élet. Menjetek tovább. Menjetek tovább, és nagyobb léptékbe tanuljátok megélni, és elénekelni életetek refényeit. Amikor ez a felhívás élt, hogy ifjúsági órát tartsak, együttében, tenként a Mózes öt könyvét olvastam át, kíváncsi voltam, hogy milyen impresszióval maradok, ha együttében olvasom át. És úgy ledöbbentett az, hogy az Isten nem fárad el kezdeni. Kezdetben teremtette az Isten. Úgy várta az Isten, hogy teremtsen egy embert, mint ahogy egy fiatal házaspár várja, hogy kisgyermeke szülessénk. Ismeritek néhányan ezt? Várta az ember, az Isten, hogy a földre, amit teremtett, rátegye a bélyegét, az embert, az ő hasonlását, mint ahogy a pénznek, az éremnek, az egyik oldalán ott van a királynak, ott volt a királynak a képe. Ott legyen az ember a földön az ő hasonlása, amíg el nem csalatott, el nem vitte más valaki ezt a pecsétet a földről. És végig a Mózes öt könyv végül, vagy mondjam el egészen mostanáig szinte az Isten buzgón, szerelmében ö, nagy fáradtsággal igyekszik újra kezdeni, újra visszakaparintani az embert, és kezdi ezt újra, miután elbukott Ádám, kezdi ezt Noéval, egy családdal, a szivárványjal, Kezdi ezt újra, aztán Ábrahámmal, egy sémitával, aki Istenfélőbb, jobb valamivel, mint a másik, és nem fárad el, kezdeni újra és kezdeni. Aztán, után kifogyott az ötletekből egy darabig, mint egy szülő a pátriárkákat eligazítja, gondolván, hogy eligazodnak most már nála nélkül a pátriárkák az ő népe és nemzete, elhallgat az Isten 400 évig hisz elhelyezte gyermekeit a Gósen földjére. És nem hiába múlt héten olvastam valamit, valahol, hogy semmi úgy nem veszélyezheti az Isten gyermekeinek a létét, mint a jólét és a siker. A nyomorúság, a megtöltség, a betegség, a pénztelenség, a megaláztatás nem veszélyeztet bennünket úgy, mint a siker. A Gósen földje után jött 400 év hallgatás, visszavonult az Isten, és akarta látni, hogy mi lesz az emberről. Mi lett? Még a nevét is elfelejtették. De annyira nehéz volt a nyomorúság már, hogy kiáltottak az Istenhez, akinek a nevét nem tudták, sóhajtottak, keresték az Istent, és akkor az Isten azt mondta Mózesnek, menjél, menj vissza. És kezdődik egy új kezdet, kivezeti az exóduszba Isten az ő népét, 40 év után majd látjuk őket egy újra új kezdetnél, amelynél meg fogunk ma állani. Az Isten nem fárad el kezdeni. Te elfáradsz? Vagy minden vasárnap, minden urvacsoravétel, minden ifjúsági alkalom egy újabb lehetőség azt mondani, hogy Istenem, veszítettem. Levertem a lécet a órán. De tedd egy kicsit lejjebb, és újra neki lendülök. Újra kezdem. Nem mondhatni azt, hogy uh, Dávid a legerkölcsösebb uh, ember lett volna. Nagyobb hibákat követett el sokkal, mint Saul. És mégis Isten szíve szerint való ember volt, mert újra azt tudtam mondani, hogy annak ellenére, hogy nagyon rossz vagyok, kereslek téged. Akkor is szeretlek, Istenem, ha nagyon rossz vagyok. Újra kezdem. És ezt az újrakezdést szeretném ma továbbítani nektek, akik régebben indultatok, vagy akár nagyon régen, vagy akár most indultok, hogy van lehetőség újrakezdeni minden nap. És akkor nézzük meg ezt a pillanatot a Moab fensikján, az újrakezdést, amikor már 40 éve ott bolyongtak a pusztába, amikor a szüleiket már eltemették a homokba, amikor egy egész új nemzedék áll Mózes előtt, amikor ott állnak közzel az ígéret földjéhez, több csatát megnyernek, több népet kikerülnek, mert Isten azt mondja, hogy velük ne harcoljatok Moabitákkal, Edomitákkal. Amikor Mózes megszámláltatja a népet, és rájönnek, hogy nagyon kevesebb, talán ezer katonával van, csak kevesebb, mint aki kivonultak 40 évvel ezelőtt. Meghaltak, néha 20 ezeren, néha 24 ezeren, néha 30 ezeren falánkság miatt, versengés miatt, és az Isten újra támasztotta ezeket, újra születtek. Isten megengedte, hogy ugyanannyian legyenek, amikor bevonulnak, mint amikor kinvonultak. nem voltak kevesebben, hiába hullottak el, és tudom azt, hogy Isten nem engedi meg, hogy az ő népe legyen. Lesz népe mindig ezen a földön. Itt ezen a fensíkon, a Moab fensíkján, Isten haza szólítja egyik legnagyobb eszközét, Áront. Levetközteti Isten, és felöltözteti Mózes az Eliázert a Áron ruhájába, és meghal Áron. És Isten azt mondja Mózesnek, hogy most te következel. Figyelj Mózes, nem mész be. Erre tette rá az életét Mózes, hogy kivezesse őket. Összefonódott ebbe az emberbe a kultúráknak az ötvözete. Ő volt a hapíró, a porból formáltatott és pornak nevezett az egyiptományok által lenézett rabszolga. Szívébe hordozta népét, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél hogy inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, holott 40 évig neveltetett tanítatót a fáraó udvarába. Benne élt a nemes ember, benne élt a tudós, benne élt az, akinek rálátása volt sok mindenre. És benne élt a 40 évig élős, benne élő pásztorember, akit csendreintett az Isten és kiküldött a juhok mellé. Jetró családjába, felesége gyermekei mellett. Világok ötvözete volt a lelkébe. De ezen a három emberi síkon kívül még egy másik ember élt Mózesben. Az az ember, aki járt az Isten jelenlétében, aki úgy beszélt az Istennel, mint barátjával, aki 40 napig beszélt az Istennel, úgy, hogy nem evett és nem ivott háromszor találjuk ezt a megírva, hogy háromszor 40 napot töltött az Isten jelenlétében. És bírta ezt pszichésen, hogy ez a sokfajta világa a lelkébe összefonódjon, és így állt a nép elébe, amikor Isten azt mondja, hogy most te következel és meghalsz, és nem vezetheted át. Mindent megadott volna Mózes azért, hogy átvezesse ezt a népet, amit szeretett, akit szeretett, bevigye őket abba a hazába, amire azt mondta, hogy Istenem ne pusztítsd el ezt a népet, mert akkor szégyen lesz, mit mondanak az emberek, hogy Isten nem tudta bevinni őket. Annyira ragaszkodott ehhez a lázadó, forrófejű zsidó néphez ragaszkodott a fiatalokhoz, akik ott születtek a pusztába, akik már nem ettek uborkát és dinnyét, akik csak azt tudták, hogy fúj a szél, meleg van, vizet keresünk, akik megszokták az élet nehézségét. Milyen jó, hogy szerette őket Mózes, és amikor ebben a pillanatban Moab fensikján, Isten azt mondja, hogy te következel, haj meg majd mindjárt, majd valamikor, nem sokára meg fogsz halni, akkor Mózes felteszi, hogy most mit tehetek. Azon gondolkozik, hogy mi az utolsó lépésem. És a Mózes ötödik könyvének gyönyörű leírása Mózes három beszédét tartalmazza. Amikor látja, hogy nem tudjam bevinni Isten népét, ahova szeretné, biztos, amin biztos, még prédikálok nekik egyet. Még mondom nekik, hogy mit csináljanak és hogyan éljenek. Úgy lüktet az erő a Mózes 5. könyvében, mintha egy szuszra mondta volna el Mózes. Először elkezdi mondani, hogy hogy volt ez a 40 év a pusztába. Elemlegeti Kádes Barnát, a versengések vizeit, ahol ugye védkezett és megcsapta a sziklát, ahol nem kellett volna. Elemlegeti a kémek történetét, amikor Isten nagyon megharagszik újra a népre, mint a bálványozás után. És, és elkezd szinte Mózes sopánkodni, hogy ilyenek voltatok ti. És azt mondja Mózes, hogy hadd menjek át, kérlek, és hadd lássa meg azt a jóföldet, ami Jordánon túl, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet és a Libanont, de megharag vég az Úr, én reám ti miattatok. Itt álltam megemelett a szó miatt, hogy Mózes kezdi felhányni a népnek, hogy ti miattatok. És nem tudtam arra nem gondolni, hogy mindannyian látjuk, hogy jelenleg elég nehéz időket élünk meg a gyülekezetekbe és a lelki életbe. Mindenki látja, hogy baj van, ti látjátok-e? Látjátok, mi is látjuk. A szomorú még csak az, hogy nem jutottunk csak oda, ahova Mózes, hogy azt mondjuk, hogy ti miattatok, hogy más a hibás. Igazán ébredés, lehet, hogy a mi időnkben már nem lesz. Én láttam ébredést a 70-es években. Lehet, hogy nem fogok látni több ébredést. De ébredés akkor fogtok látni, amikor azt fogjátok mondani, hogy én miattam. Vagy azt fogom mondani én, hogy én miattam. Ekkor fordulnak meg a dolgok. Még nem tartunk ott, lehet, hogy egy-két-három év kell, hogy az ti miattatok, volt én miattam legyen, de ti meg fogjátok látni, és emlékezni fogtok arra, mint ahogy Mózes mondta, hogy én nem, de ti meglátjátok a tejjel és mézzel fújó földet. Mózes, amikor uh, tudja, hogy nagyon kevés van hátra már, minden áron meg akarja erősíteni őket a szövetségbe. Minden áron akarja, hogy ez a nép kötelezze el magát. Minden áron akarja, hogy mondja ki a nép, hogy Isten válasza, mert akkor jó lesz dolga olyan nagyon szépen fogalmaz, és a átolvassátok, újra és újra a szövetség szó megjelenik. Azt mondja Mózes a 5. Mózes 26. 17-ben, hogy azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isten eddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudjad az ő rendeléseit, parancsolatait. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népével lesz ez. Ugyan ez, mint egy házassági fogadalom. A fiú akarja hallani a lány szájából, hogy szeretlek, mondd ki már. És az Isten akarja hallani az ő népe szájából, hogy szeretlek, engedelmes leszek. Ha eddig az exodusnak idején, a 40 év, 38 évi vándorlásnak idején, ugye amikor septébe átolvastam, írogattam a, refrén mellé, hogy hányszor ismétli Isten, meg 14-ig eljutottam, de lehet, hogy még több is van, hogy újra és újra a kijövetel nyomán a Vörös-tenger a csodák a csodák és a vöröstengeri átmenetel után Isten azt mondja, hogy azért teszem ezt, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Isten. Ez a refrénje az exodusnak. Nem tudom, hogy ki az közületek, aki már ezt tudja, hogy az Úr az Isten. Enélkül csak bolyongás van a pusztába. Minden csodát minden szent minden vizet, minden mannát és fűrjet azért tett az Isten, hogy megtudják, hogy ő az Úr az Isten. És ahogy válta az ige, olvasás közben az exóduszból a Moab fenségjára való megérkezéskor változik a refrén. Vége lesz az Isten GPS-es szolgálatának, hogy mutatja az utat neki, és a felhő és a tűzoszlop továbbáll, és menniük kell, vagy 31 megállon keresztül, megállnak a Moab pusztáján, és Isten Mózesen keresztül. Újra és újra azt mondja, hogy emlékezz. Érdemes átolvasni. Három óra alatt át lehet olvasni a Mózes ötödik könyvét is. Kírni, hogy hányszor mondja el József Mózes nekik, hogy emlékezzetek. Jusson eszetekbe, el ne felejtsed akkor, amikor, amikor odaérsz. Könnyű volt az Exodus idején emlékezni? Hát azt mondom egyszer, hogy nem volt könnyű, mert csak 40 nap kellett hogy Mózes ne legyen ott, és már elfelejtették az Istent, meg a csodákat, és már aranybórjut készítettek. 40 nap elég, hogy elfelejtsd az Istent. De aztán Isten 40 évig újra is, újra minden nap mannát, fűrjeket, vizet adott, cipőt adott, járt előttük mindegy GPS, ahogy mondtam, vezette őket, és akkor nem felejtették, látták. Látták a Szent sátorba. nem kellett emlékezni, ott volt, de Isten úgy rendelte, hogy a 40 év vándorlás után visszavonul. Minden jó szülő, mikor felnevelünk benneteket 18-20 éves korig, igyekszünk visszavonulni, hagyni benneteket, hogy önmagatok legyetek. Nem örökészülni, hogy ülj le, állj fel, mennyi, de már ez szavaró egy anyuka részéről. Ez már rossz dolog, ez egy szülő részéről, ez nem, nem ezt kívántatik kell. Isten úgy döntött, hogy most elmondta mindazt, amit kell tegyenek, és hagyja őket, mint egy jó szülő, akár csak a ti akik elengedtek benneteket egy, két, három, négy évre, és most, ha hazamentek, nézik, hogy maradt-e meg valami abból, amit otthon tanultatok, észleltetek, ami által nevelődtetek, ami belőtek rögződött a húsz év alatt, 21, 22, 23 év alatt. Így várja az Isten, hogy megnőjünk, és hogy el ne felejtkezzünk róla, mert nem szereti az Isten, ha elfelejtjük. Elfelejtették jó néhányszor, és mindannyiszor rossz volt a sorsuk, és valahányszor emlékeztek a parancsolatokra, valahányszor előfogták Jósiás idejébe, vagy Dávid király idejébe, előfogták a törvényt, annak ellenére, hogy nem tartották meg őket zömébe, és ma már a mozesi törvények nem revelánsak, még az ortodox sidók sem tartják be őket, csak ismételgetik. Mégis a pontos korlátok leszögezése, az engedelmesség határának felállítása Isten előtt nagyon fontos volt. Én nem tudom, hogy benneteket hogy tanítanak ma, hogy mi a nagyon fontos egy jó vezető életébe, bennünket negyedéves korba arra tanítottak, hogy az az igazi jó vezető, aki tud engedelmeskedni. Lehet, hogy a mai korban már nem annyira az engedelmesség, hanem a teljesítmény, a, a szenvedélyesség, az ügyesség, a tét egy munkahelyen. De higgyétek el, hogy az engedelmesség nagy tét nem csak az asszonyoknak, hanem egymásnak, a gyülekezetnek, a, a benne valóknak, az engedelmességen dőlt el Izraelnek a jövőbeli sorsa. Hogy engedelmeskedik-e annak, hogy nem felejti el az Isten többet. Az Úr Jézus nem hagyott ránk dinasztiát, nem hagyott könyveket, ruhákat, nem hagyott helyet, ahova vándoroljunk, hogy fekete követ, meg Mekkát és Medinát. Tudjátok, mit hagyott rám? Ránk. Az én emlékezetemre tegyétek. Halljátok ezeket a szavakat minden hónap első vasárnapján. Vagy mások minden vasárnap. Némely helyt, Henry Newvennek az életét, aki olvasta, az, azt olvasatta, hogy pappá szentelése után minden nap vacsorázat életének egyetlen nap kivételével gondolom, hogy nem vétkezett, hogy az emlékezést ébrezgette a lelkében. Szívükre köté Mózes az engedelmességet, de tudta, hogy nagyon könnyű felejteni. Ezért három nagy emlékeztetőt rendel el. Nektek is vannak modern emlékeztető módszereitek, telefonba bevetjek, tetitek, írjuk a naptárba, ide-oda, ahogy kicsodán Jani mondta régen, akinek nincs esze, legyen notesse írjuk. Isten hármat rendelt el, köveket, átmész a Jordánon, messze egy tizenkét köves, írd rá a törvényt. Másik emlékeztető, egy érdekes hangkórus, átmentek a Jordánon egy völgybe, és jobbról-barról, két hegy volt, a garizim és az ebál. Álljatok fel a két hegyre. Egy haton a nemzetségek közül az Ebál hegyére, haton a Garizim hegyére. És ott egy érdekes hangkórus volt, és ugye elolvassátok, meglátjátok, hogy a nép állandóan kellett mondja, hogy ámen, ámen. Amen. Amikor kiáltották a léviták, és kiáltották a hegyről, hogy átkozott a kevésbé becsülé az ő atyát vagy anyját, ámen, hangzott a szó. Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek, az árványnak az igazságát, ámen. És az egész törvényt mondaniuk kellett, hogy áldott leszel, ha engedelmeskedsz. Áldott leszel a városba, áldott leszel a mezőn, áldott lesz a kosarad, a sütőteknőt bejötted be, kimented be, Olyan gyönyörű ígé, amik évekig éltettek engemet, is, az van megírva itt, és fejjel teszlek téged az Úr. Fejjé, tehát vezetővé, nagy, nagyját tesz téged az Isten, ha engedelmeskedsz. Mondták a hegyről, és mondta nép, hogy Amen, Amen. És utána a Garizim hegyéről jött a másik hang, özön, hogy átkozott leszel. És ha elolvassátok ezt a 28. rész sokkal több a riogató figyelmeztetés, hogy átkozott leszel, megver téged az Isten száraz betegséggel, hidegleléssel, gyullasztó, izzasztó betegséggel, asszájjal, fekéjjel, süvejjel, varral, viszteketegséggel, stb. Megver az Isten tégedet, hogy vad tekintetű népnek szolgálj, hogy megegyed a fiadat és lányadat, olvassátok majd el, és be is következett. És a nép kellett mondja, hogy amen, úgy lesz. Ha elhagyjuk az Istent, ha elfelejtjük az Istent, teljesedjenek be rajtunk ezek a dolgok. Elment az a nemzedék, és mégis azt lehet tapasztalni, hogy annyi év után is igazak ezek az igék, a harmadik emlékeztető, ami hagyott Mózes egy ének. A 32. részben énekli meg Isten atyai szeretetét, amikor azt mondja, hogy kőszikla, sas az Isten, aki fiókáit neveli, amikor elmondja, hogy hogyan talált Isten a népére, illetve később a figyelmeztetéseket, és azt, hogy ez Isten hűséges lesz mindvégig. Ez a három emlékeztető ö, hagyta Mózes. Kövek, egy hangkórus és egy ének. Egy ének, amit énekelve vonultak be, hogy elfoglalják ö, Izrael fiai Kánaánt, hogy legyőzzék az ellenséget. Olyan nagyon jó volt veletek énekelni, és azt szeretném mondani, hogy ö, Akaratunk ellenére visszük magunkban a zsongását az énekeknek, amit együtt éneklünk. Azok, akik itt vagytok vasárnapról vasárnapra, vagy kedről kedre, vagy más közösségekbe, viszitek, amit énekeltetek. Nem egyszer dúdolom magamba a vasárnapi közös éneket, mert olyan hatalma van a közösen elénekelt énekeknek. És tudom, hogyha hazamentek a jövő héten, Fogjátok azt énekelni, hogyha szól szava, tenger, hasas, népek kelnek rajtad át. Éneklitek azt, hogy neked őrzöm a szívem, mindent megteszek, amit kész tőlem, és örömet, hogy örömet szerezzek neked, vagy azért élek, Uram, hogy dicsérjelek, amit énekeltünk az előbb. Ezt fogod vinni magaddal, ezt fogod énekelni álmodba is és óvatlan pillanataidban a lelked mélyéből fölzsong az ének, a zsoltár, amit segít. Abban, hogy hűséges maradj, hogy újra odaszán magadat. Nem csak a Mózes énekelte, nem csak a zsidók, a honfoglaló, erős, harcos nemzedék énekelt ezeket az énekeket, de megvolt az éneke Zakariásnak, megvolt az éneke Máriának, a magnifikátja, amikor azt mondja, hogy magasztal a téged, Istenem, annak ellenére, hogy lányként, szűzként fiat kell szűjjek, nem ragozom nektek, hogy mit jelent lány anyaként megélni a szégyent. Lehet, beleéreztek. És ezekben a pillanatokban Mária... Istentől, kapott ihlettel, elénekle a magnifikátját. Te mit énekelsz, mit zsong a szívedbe? Vigyázz, mert idősen már csak azt énekeled, amit 40 évig énekeltél már nehéz újat énekelni, ami a szívünkbe megszületett, és amit zsongunk az életünkbe, hogy szeretlek Istenem, annak ellenére, hogy elesetnek érzem magamat, hogy bátortalannak érzem magamat, hogy kiszipulyozva, hogy úgy érzem, hogy belülről üres vagyok, akkor is szeretlek. Tudod-e így énekelni a te énekedet? Sok évvel azután, hogy Mózes elmondta ezt a beszédét, amikor azt mondta az Istennek, hogy te következel, hajd meg. 3400 évvel azután Amerikában egy fiatal baptista színesbőrű lelkipásztor, már ifjabb Márti Luther King egy este egy gyárban prédikált az asszonyoknak, és azt mondta, nagy extázisba, Voltam én is a hegyen ma. Isten megengedette, hogy oda felmenjek. Láttam az ígéret földjét. Lehet, én nem mehetek be oda, de mi, mint nép, be fogunk menni az ígéret földjére. Boldog vagyok ezen az estén, mert láttam Isten országának eljövetelének dicsőségét. 1968. április 4-e, az este egy Gyilkos golyó Martin Luther Kingnek az életét kioltotta, de népe eljutott oda, ahova ő nem jutott el. Az álom valóságá vált, hogy mennyire e, dicsőséges ez a lép, elgondolkozhatunk rajta, hogy a szabadság a jó lép, de bizonyára, ha olvastunk a, a rabszolgák életéről Tamás báty, Bátyám kunyhójába, vagy más könyvekbe, vagy néztetek filmeket, nehéz volt a sorsuk, és megénekelték a Kánaánt, és sehol annyira közel az ember szívéhez nem jön a Kánaán, mint egy néger ember temetésén, ahol az emberek örültek annak, hogy a Jordánon túl van valaki. Beérkezett Kánaánba, vége a vándorlásnak. Mózes után már semmi se volt ugyanaz. Beérkeztek egy hazámba, mások lettek a törvények, az életviszonyok, a kapcsolatrendszer, már a törvények és az Isten büntetései enyhíbbek, már a kegyelmes Isten irgalma nyilvánul meg az 5. Mózes könyvében leírt törvények megismétlésében. Mózesnek akkor ott nem adatott meg nagyon hálás vagyok, hogy a szinoptikus evangéliumok mind a hárman leírják, hogy sok évvel azután, 1400 évvel azután megadatott Mózesnek, hogy rálépjen Izrael följére. A táborhegyén Illéssel és Jézussal ott lehetett Mózes. És látta azt a földet, és látta, hogy van egy újrakezdési lehetőség, amit úgy írja az apostól, hogy az időknek teljességébe Isten kapott egy új módszert, hogy elküldte az ő fiát. Egy egészen új kezdet, Istennek egy új próbálkozása. Kimerültek az Isten uh, uh, eszközei, talán karácsonyjal és pünkösdel. Isten a fiát és lelkét ideadta nekünk, újra bennünket. Mi a te reakciód erre? Emlékszel? Emlékszel-e a megtett útra? Tudod-e, hogy az Úr az Isten? Egyszer ráértem és átfésültem a Bibliát, abból a szemszögből, hogy az emlékezés szó milyen szóközekben jelenik meg. Az Isten emlékezésére legtöbbször a tárgy, a szövetség. Isten emlékszik a szövetségre, amit kötött az emberrel. Amikor megfordul Fordítottam a lapot, és azt kezdtem végigkutatni elektronikus módszerrel, hogy mire kell az ember emlékezzen. Átfésültem az igéket, kírtam őket, és egyet találtam meg legtöbbször a Szövetségre. Ember és Isten, emlékezzen a Szövetségre. Még akkor is, ha mi nagyon gyengék vagyunk, még akkor is, ha a ebben a Szövetségben egyenlőtlenek a felek, hogy az Isteni, a tejhatalom is az erő és a csoda, ami részünk az engedelmeség és az emlékezés, akkor is emlékez, indulj ebbe az új tanévbe arra, hogy emlékezz az Istenre, hogy mennyi mindenen átvitt. Nem tudom, mert még nem voltam a Kánaánba odát, nem tudom, hogy a mennyben még le fogunk emlékezni. Egyet tudok, hogy le van ott is írva a hetedik részbe egy ének, a megváltottak éneke, amikor azt mondja az ige, hogy a nagy nyomorúságból, akik jöttek, megfehérítették ruhájukat, énekeltek. Ezek szerint fogunk emlékezni erre a nagy nyomorúságra, amiben élünk itt. Nagyon az az érzésem, hogy a nagy megkezdődött, nem armagedomba és nukleáris fegyverzetekkel öltött háborúba, hanem az emberek egymást nyomorgatják, az irítség, a versengés és a rossz indulattal. Vigyázzatok! Vigyázzatok, mert odaát az egyedüli dolog, amire igei alap van, és amit bátran mondhatok, egyre fogunk emlékezni, hogy voltunk a nagy és a ruhánkat megtisztítottuk. Hogy ragaszkodtunk Isten népihez, hogy méltó a bárány, hogy énekeltük már itt a Földön, hogy méltó a bárány, és ott majd odááágy csak folytatjuk, hogy méltó a bárány. A lelkes állatokhoz hasonlóan levesszük a koronájunkat, és énekeljük, hogy méltó a bárány. Erre emlékszünk. Új kezdet, új iskola év. Soha vissza nem jön ez az év neked. Akár egyetemista vagy, akár frissházas vagy, anyuka, akár 70 éves idős asszony, magam fajta 60 éves, még egyszer ezt az időszakot nem kapod ajándékba. Éld meg. Hűségesen. Emlékezz a szövetségre, amit az Isten kötött. Veled, ami ma este itt érdeinken, ha letérdelünk, újra köttetetik. Térdet hajtunk, szívet hajtunk az Isten előtt, és megköszönjük, hogy szövetségesünk, hogy ő a nagyobb, hogy hátam mögé húzódhatunk. És mondjátok ki, ahogy a néptől elvárta a Mózes, hogy elvárja az Isten, hogy mond ki, az Isten ma este általam kimondta neked, hogy emlékszik a szövetségre, amit kötött veled. Mond ki te is, ma Istennek, hogy emlékszem. És besorozódom egy évre újra, egy hónapra újra szövetséget be hátad mögé.